Örömmel voltam az emberek fiai. Ez a viselkedés.
türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. Reményünkben nem csatlakozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kijelentünk meg az Isten szeretet. Ez az Isten igény. Vagy te, kezdődöm, hogy kipérni a buszt, gyerekek, imádkozzat vagy?
mondják, hogy nem. De akkor mi az az első áldozás? Na, gyerekek, segítsetek nekem! Kérdezzetek a gyerekek, mi az ő véleményük? Igen, ja, kíváncsi vagyok. Segítsetek! Hogy érzik magam? Nagyon. Ja. Mi az, hogy első áldozás? Először mondod, hogy ez Jézus testvére. Okos. Nagyon nagy köszönöm. De hogy minden jó. Hallottam egy szót. Fön is írtam magamnak egy pillanat. Akkor lehet, hogy az ide tartasz. Mindjárt jövök. Azt mondja, hogy ti most megkapjátok a eutarisztiát. Nem. Eutarisztiát. Mit kaptam? Mit kaptad, ugye? Eumenisztiát. Olyan kapok én is. Hát, még többen készítőzsebhez. Mi az az eukarisztia? Segíteted neki? Mi az eukarisztia szerintem? Ki segít rajta? Tóbiás, hogy segít? Az eukarisztia, Tóbiás, az nem magyar szó, azt te is ismerheted már. Aha. Ez egy nagyon szép görög szó. Magyarra lefordítjuk és elkezdjük értelmezni, az Krisztus teste, Krisztus vére. Azaz, egy kis fogságban ott van a Krisztus teste és a Krisztus vére. Ez a Eucharisztia. Hát akkor kezdtem érteni, Feri atya. Na, tehát ő akkor most találkoznak Jézussal. Így lesz a gyerekek. Igen, azt mondták, igen. Ez az első találkozásunk vele? Szerintem. Igen, az első találkozás egy olyan formában, ők valamiért találkoztak Jézus a gyerekek. Mikor találkoztatok ki már Jézussal? Szerintem találkoztatok már benne, de mikor találkoztatok benne? Jónál mikor találkoztál benne? Aztán találkoztál benne akkor is, hogy imádkoztak. Találkoztál benne akkor, hogy megtette keresztel. Találkoztak már, de ez a találkozás. Azért különleges mondja, hogy most ide, de most először veszik magus, hogy kétőzök a testet és a kétét. Érted? Érted. Hát akkor tulajdonképpen egy Jézus az áldozat. Úgy bizony. Jaj, a szép. Jézus az áldozat, hogy csak magukat, ő csak magukat veszik, csak azért magukat veszik, és aki egy egyetben köszönjük van. Hú, gyerekek, akkor viszont nagyon irigyellek titeket. Tök jó lehet Jézussal találkozni. Ilyen közel. Mit kellett elcsinálni? Kellett kézzel bevenni? Én két szélel szeretnék meg találkozni. Mit kellett elcsinálni? Te még hogy nem is tudod, hogy mit tudod? Jártak is ilyen, aztán azon kívül, hogy jártál is ilyen, mit csináltál még? Megnyomtad a gyöngyöket, aztán jártál a hittatornál, a kívül, aztán hát dobjál, hogy te nem jelent. Nem csak így ötjük fogok. Ez nem lehet, tényleg. Elég sok mindent kell tenni, hogy Jézus találkozott vele. Bizony. Te megkérni, nem? De bizony, biztos, hogy megkérni, hogy ez a találkozásban a gyerekek is készülnek, és ez a találkozásban Jézus is készül. Érzed el, a találkozásban tudni két fél kell, és nem mindegy, hogy hogy találkozol valakivel. Lehet úgy találkozni valamivel, amit te szoktál alapokáltad, hogy valamelyik aztán lehet, hogy itt találkozni, amikor megsimogatnak, vagy Tóbián, de a muska, jaj, de jó. De mondjuk, hogy jobban szeretem azt a találkozást. Érdekes, nem tudom miért, de így jobban szeretjük. Aztán lehet, hogy találkozni, hogy mit fog most történni. A gyerekeknek a találkozása, ez egy örömteli találkozás. Ez nagyon izgalmas. Én szerintem, én is akarok Jézusra találkozni, úgyhogy elkezdtem, hogy felkészülni. Mondjuk már én is elég sok mindent tettem, de azért még felállítok egy kicsikét. Feri, ha kérdezhetek még valamit? Én most egy kicsit megzavarodtam, segítsetek nekem, légy szíves. Azt mondtad, hogy van a Szent Hálás meg vasárnapja. Igen. Na hát én most járjunk itt a korán, mert beiratkoztam, tudod, nem olyan régen. És mondta a hitnak tanárnéni, hogy egy Isten van. Gyerekek, segítek rajta! Ki hogy tudja, hány Isten van?
hello. Igen, gyerekek, ki szereti a limonádét? Kezedből, nyugja szét. A szóval, szóval, segítsetek rajta, miből kész a limonádét? Mi kell hozzá? Kicsit más is segítsen, jó? Tehát a limonádét. Hanem arra kérem, hogy jelentett az első áldozókat,
hogy most álljanak el, és ők fogják megvallani a hitünket, a hitünkre, amit mi meg el szoktunk mondani a szentőséghoz össze. Ellenem mondani a pártának, aki a bűn szerzője és fejlődött. Hiszen egy Isten mennyei atyában menjen és földön teremtében. Hiszen egy Jézus Krisztusban Isten egyszerűen fiában. Jézus Máriától született, aki halált szenvedett, aki elkevette, és föltámadt a halált. Hiszen a Szent Lélekben, a katolikus egyházban, a Szentlélek közösségében, hogy a bűnök bűnbánatának, a testünk is eltávol, a napörökére. Ez a képünk, ez az egyház. Most pedig arra kérdezem neked, tegyetek ígéretet arra, hogy igyekeztek szolgálni, és igyekeztek megtartani az ő parancsát. Kérdezem fel tőletek, ígéritek-e, hogy Istenről, a szűzanyáról és a szentekről tiszteletben beszélnek? Igen. Ígéritek-e, hogy vasár és mindenban készítettek a szentségét? Igen. Ígéritek-e, hogy szüleiteket tisztelitek és nekik engedelmes lettek? Igen. Ígéritek-e, hogy kötelességeiteket fogják. Ígéritek-e, hogy Istenben lesz, életben lesz? Igen. Elmeteletnétek az ígéret szép szó, ha megtartanák, úgy jó, de mindenki bármit lehet, megtartani utás. Köszönjük neked, Jézusainknak a gyermekei találkoznak. Ha tudjuk életedre, életedre lesz a találkozás, és mindenben tegyünk annak érdekében, hogy mindig tiszta színe legyünk ma, és ez hallgassunk. Köszönöm, hogy megtaláltad.
szemtelenekről és sörvetők minden tudunkségkétel érdő. Az igaz és örök istenséget úgy vagyunk, hogy három különböző szennyét kívánunk benne, egyetlen lényegben és egyetlen felségben. Eldicsőítik az angyalok és főangyalok, a kerülő szerelmányosok, így örökké kívánunk és hálás színvel szegnék. Jézusnak és Jézusnak a kiért minden a Magyar Isten, a
szentélelme egységben, minden tisztelem és minden dicsőség, mindörökökörökként. Meg a gyerekek maradjanak arra neked, hogy minden vasárnap gyermek kicsit az adatát köré, álljunk köré a köztünknek, thank you.
hallottam.